Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen! Kedves testvérek, immár elérkeztünk karácsonyhoz. Erre készültünk, sütöttünk, főztünk, gyerekeink szívüket díszbe öltöztették, várják a sok szép ajándékot, és ne feledkezzünk el minden közepette, amit mi emberek hozzáteszünk ehhez az ünnephez, a legfontosabbról, arról, hogy miért lett ez az ünnep. Mert erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Főleg a felnőttek tudják elveszíteni a karácsonyt, amit megint meg kell találnunk. Hogy lehet elveszíteni? Amikor az ember gyerek nagyon hisz a karácsonyban, hisz az Úr Jézus Krisztus születésében, a megváltóban, de ahogyan telnek az éveink, valahogyan az embernek a hite el tud jutni a nullpontra. És nem csak a nullpontra, hanem még annál lejjebb is a tagadásra. Ha nem találunk egy olyan embert, aki útmutatást tud adni, ha nem találjuk meg az igét, a Bibliát, akkor bizony ebbe az állapotban megmaradhat az ember, hogy hitetlenné válik. Hogy tudunk ebből a nullpontból kijönni? Hát úgy, ha elővesszük az igét, és olvassuk Isten szavát, és járunk a közösségbe. Isten szavával erősítjük magunkat. Az ilyen embereket Isten megjutalmazza, és kivezet bennünket a nullpontról. Én kívánom mindenkinek, hogy ezen az ünnepen a felnőttek tudják a karácsonyt visszakapni, megtalálni újra az elveszített karácsonyt, a gyermekeink pedig tudjanak hitben növekedni, és nagyon sok szép ajándékot találni ott majd a falra. Hát így ünnepeljünk, kedves testvérek. Amen. Most meggyújtjuk a gyertyát, utána pedig hallgassuk meg a református gyülekezetnek a kis szolgálatát. Utána pedig Publik Antal testvérünk fog egy karácsonyi szavalattal szolgálni közöttünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és így teszik szebbé még számunkra az advent 4. vasárnapját. Hangos útakra, karácsony lesz megint.
kezem a jászol előtt szépen imára kulcsolom, nyomorúságom, szegénységem mind elpanaszolom. Szívem kitárom, kérlek, add meg, ami nincsen nekem, csodáddal csodálatos gyermek, takarj be életem. Hadd legyen szívünk boldog csendje, imádattal tele, újra leszel a sötét földre, karácsony éjjel. Köszönjük szépen. Megköszönjük a református egyházközségnek, lelkészasszonyoknak a mai szolgálatot. Kívánom mi is mindannyiunk nevében, a Jézus szíve plébánia munkatársai nevében számukra kegyelmekben gazdag, Istentől megáldott békés karácsonyt, és hogyha nem találkozunk, akkor majd egy új, békés boldog új esztendőt, jó Isten fizesse meg. Ezt szeretettel adom. Benne van az egyházközségnek a köszöntője, és az egyház megyünk jövő évi kalendáriumban. Boldog karácsony! Én is kívánok mind a reformátusok nevében, mind a családom nevében is, kedves mindannyiunknak nagyon békés, áldott ünneplést, elcsöndesedést, és hitben növekedő új esztendőt, és jó egészséget mindannyiunknak. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali valaki még akar valamit mondani, megteheti.